önmagam az meghatározó rendkívüli mértékben. Tehát, hogyha szerintem egy emberre gondolunk, mondjuk én magamra gondolok ebben az esetben, elsősorban magyar vagyok, másodszorban, illetve nincs is sorrendiség, férfi, értelmiségi és református. És ezek attitűdöket jelentenek, ami azt jelenti, hogy én úgy reagálok dolgokra, mint egy magyar ember, olyan a habitusom, mint egy férfié, értelmiségi reakcióim vannak, és református a személyiségem. És ahogyan az egyiket nem lehet megváltoztatni, el lehet költözni más országban természetesen, ebben lehajasodhat egy-egy este olyan mértékben, hogy az értelmiségi mi voltát elveszíti, de hogy ezek csak pillanatnyi kérdések. Alapvetően szerintem nem lehet például vallást sem váltani. Egy átkeresztelkedésre gondolok, vagy például erre, hogy mostanában a divatos Kelet-Európában a buddhista szemlélet, ami az éghajlat nem megfelelő. Itt a Kárpát-medencében a református lét, az azt hiszem, hogy erre az éghajlatra, erre a habitusra és erre a millióra van kódolva. Tehát én ebben nőttem bele, egész pontosan a kis csoportos korom óta járok templom, először gyermekórára, aztán konfirmandus csoportban, majd a nagy gyülekezetben, kántor voltam a gyülekezetemben. Lehet, hogy nem vagyok egy tipikus, vagy remélem, hogy nagyon is tipikus vagyok inkább ebből a szempontból, mert nekem minden egyes lépésemet ez határozta meg. Református kollégiumban jártam, aminek az általános iskolájába járnak most a gyermekeim. A református kollégiumban voltam tanár 18 éven át, de nem is ez, hanem az a fajta közösséghez tartozás élmény, amit ez ad. Tehát gondolok itt elsősorban egy gyülekezet közösségére, de ugyanilyen súllyal arra a közösségre, ami a nagy református közösség. Ha az ember elmegy egy kárpátaljai, egy felvidéki, egy erdélyi református templomba, részt vesz egy istentiszteleten, beül, és elhangzik mondjuk a 90. Zsoltár, a Te benned bíztunk elejétől fogva, az nem csak földrajzi területeket, hanem korszakokat is összeköt. Tehát 1600-ban ugyanígy énekelték a vallásháborúk idején, megfogva a templom padját, fölállva vagy éppen ülve, az, hogy Te benned bíztunk elejétől fogva, mint ahogy most is a mi korunk problémáira ugyanez a megoldás, Te benned bíztunk elejétől fogva. Ugye a reformáció az belső, a református gyülekezet az alulról építkező társaság, és emiatt ugye ezzel kezdjük, ezzel végezzük, és még ha nem is hirdetjük fennen, de az valahol látszik egy emberen. Tehát a puritán beállítottság a ruházatban, a értékekben, az értékrendben. Most nem azt mondom, hogy egy református másként választ autót, mint egy katolikus, de még akár lehet, hogy készülhetne ilyen tanulmány, és lehet, hogy kimutatná, hogy van ilyen. Tehát amikor az egyetemen az ember kiáll a katedrára, nyilván nem azt várják tőle, hogy vallási kérdésekben megnyilvánuljon. De mivel a vallási kérdések a teljes kultúrkört áthatják, ezért óhatatlan, hogy az ember egyes kérdések kapcsán állást foglal. Nem annyira éles ez, mint egy történelem tanárnál, tehát akinél a vallásháborúk, a türelmi rendelet, a Szent Szövetség egész mást jelent, hogyha katolikus vagy, mintha református. De például nekem a kutatási témám a munkabüntetések, mind a mai napig. És ott elég egyértelműen megjelenik, ugye a Dologház intézménye, a szigorító Dologház Magyarországon, elég egyértelműen megjelenik a vallások mentén való elválasztás Európa katolikus és protestáns országainak. Például a ugye protestáns munkaerkölcs hozza magával azt a munkához való viszonyt, hogy nem szégyen a munka. Tehát a szemlélődő életmód, ami a katolikus egyházban egészen a legutóbbi időkig ajánlott volt, illetve a munkás tevékeny életmód, Calvin, illetve hát különösen Calvin Svájcban, az magával hozza azt is, hogy például a büntetési szisztéma más, a büntetési rendszer más lesz. A katolikus Spanyolországban, a katolikus Olaszországban soha nem alakulnak ki dologházak, más a munkához való viszony. Míg a protestáns országokban, Svájc, Hollandiában van ugye az első, ami akárcsak Magyarország, ugye református, és csak Európa protestáns területén terjednek el például ezek a szankciók. Ezt nem lehet titokban tartani, hogyha ez szóba kerül. Az ige hallgatása az megint közösséget jelent. Hogyha belegondolok abba, hogy a reformáció adja az emberek kezébe a Bibliát, hogy a református Biblia fordítás határozza meg a magyar nyelvet, azt, amit most is beszélünk. Ugye nem véletlenül, nem ízünk,
illetve nem őzünk, mint Szegeden, hanem az irodalmi nyelv az a Biblia fordítással kezdődik, és ugyanezt a nyelvet hallom bármilyen református gyülekezetbe is ülök be meghallgatni egy istentiszteletet Kárpát-medencébe. Ugyanezen a nyelven, ugyanazokkal a kifejezésekkel, ugyanabból a Bibliából hallom az igét, és ez megnyugtat, biztonságot ad, és folyamatosan élővé teszi a kapcsolatot a Teremtővel.